Sziasztok! Üdvözlet nektek az autóból, nézem, hogy egyenesen áll-e. Egyenesen látjátok? Itt a kutyus, nyuszi, vagy nem tudom mi ez. Na, hát jó, egyenesen látjátok. Na, hát azért megmutatom. Kollégámtól ilyet kaptam. Ja, és nem, ez nem a reklám helye. Tehát nem támogat engem ez a bizonyos üdítő semmivel, ha bár támogathatna, mert imádom. Úgyhogy a lényeg, hogy kollégámtól kaptam, imádom, Amerikában ittam először, aztán Magyarországon sikerült később beszerezni ilyet. Most is iszok egy kortyot, mert hát enélkül nem lehet szirénázni. Jó nagyot kortyolok. Szóval Forrest Gump is ilyet hívott, úgyhogy és az új füzetemből stílusosan Lightbar Marci beraktam a beírom gyorsan azt, hogy mit viszek és mikor viszem. Helyzet az, hogy jelen pillanatban van nálunk egy minta, ami két részletből áll. Az egyik részét azt le kell vinnem Pestre egy vizsgálatra. A másik részét pedig el kell vinnünk az országos vérellátóba. Illetve az országos vérellátóban már folyamatban van egy vér egy nagyon fiatal embernek, és akkor ezzel nem árulom el azt, hogy férfi vagy nő. A helyzet az ilyenkor, hogy ezt kérték, hogy sürgősen hozzuk be, műtőbe van. És miért is nem megy? Új, egy pillanat! És miért nem megy? Na hát azért nem ment, mert kijött a dugó, illetve nem voltam bekötve. Hát botmázus, miért izzadok? Hát azért, mert lehúzott ablakkal megyek, illetve a fűtésbe kapcsoltam. Szóval jelen pillanatban azért rohanunk, mert ennek a fiatalnak szüksége van erre a vérkészítményre. Úgyhogy gyertek velem is. És miért fáj a kezem? Gyertek velem is, mentsük meg az életét, illetve nézzétek, milyen szépen félrehúzódik. Köszönöm szépen. A Városmajor utca este 5 óra környéke. Csak jelzés értékkel szirénázok, látjátok, szépen félrehúzódnak az autósok. Olyan feltűnő az autónak a fényei a esti szürkületben. Nagyon jól észrevehető ez a belső villogó, ami látjátok a táblákon is nagyon jól visszatükröződik. Épp ezért nem szirénázom végig ezt az útszakaszt. Nem azért, mert régebben feljelentett valami főokos, mert hogy zavarja őt a szirénázás. Esetben innentől, ahol már a forgalmi helyzet megkívánja, itt már mindenképpen indokolt, főleg, hogy egy nagy kereszteződés lesz. Szépen félrehúzódnak, úgyhogy tényleg külön köszönet nekik. Ezen a részen lezárom, mint látjátok, nincs előttem senki, teljesen üres az út. Mondhatnám azt, akár lehetne hajnali 2 óra is, mert tényleg szinte senki nincsen ezen a Krisztina körúti szakaszon. Addig, ameddig meg nem látjuk az első piros lámpákat előttem.
szépen félrehúzódnak, úgyhogy... Még szinte hangot sem kell váltani. És én itt rámegyek a buszsávra, nem, a taxis megy rá a buszsávra. Én meg akkor a belső sávra, mert itt látjátok, két busz is van előttem. Hát ennyit számítanak a fények, tehát mondjon bárki, bárki bármit. Kellenek az autóra a brutális fények, pontosan ezért, hogy észrevegyék. Nagyon kell vigyázni, mert elég csúszós az út, úgyhogy... Köszönöm! Kellenek a fények, látjátok mennyire visszatükröződik. Köszönöm szépen! Egy köszönöm megért ennyit, úgyhogy... Szállítást hajtunk éppen végre. Budapest 8. kerület Üllői úton vagyunk. Ezután pedig egy sürgős vért fogunk beszállítani. Ó, hát jobb ez nekem. A legjobb a szembefordulommal. Amennyire tudnak, az autók szépen félrehúzódnak, külön köszönet nekik ezen az útszakaszon. Indexelek balra, hogy én majd balra el fogok kanyarodni. A részben meg is jöttem, kicsit be is leheltem itt az ablakot, úgyhogy mindjárt folyt köv. Köszönöm! Ja. Hát üdvözlet nektek ismét, folytatjuk az előző videót. A helyzet az, hogy leadtuk ezt a sürgős mintát, felvettem az újabb mintát, amivel a kollégámnak segítek, ez a sürgősségi baleseti osztálynak az egyik mintáját. Elég egy veszélyes kereszteződés, azért nem kapcsolom be a kék lámpát, mert innen kikanyarodni szirénával az elég nagy felelőtlenség. Inkább itt várok egy pár másodpercet arra, míg a lámpa zöldre fog váltani, mert különben baleset veszélyes helyzetet teremtek azzal, hogy ha innen esetleg kikanyarodom, úgy ahogy jár a forgalom, látjátok, már pirosra is váltotta, hogy zöldre váltott lámpa. Köszönöm szépen, köszönöm!
mert egy olyan kereszteződés ez, ahol nagyon észnél kell lenni a keresztirányú forgalommal. Köszönöm szépen! Kingtyang! Óvatosan váltjuk a hangszíneket és rohanunk az országos vérellátóba a baleseti osztálynak a vérmintájával is egyben. Elengednek. Úgyhogy jelen pillanatban nálunk van egy fiatal betegnek a mintája. Nézzétek meg, milyen szépen félrehúzódnak. A vészvillogót azért benyomok nekik. Úgyhogy nekik is egy köszönöm belefér, úgyhogy erő az nem nagyon van az autóban, de azért sikerül egy majdnem 3000-es fordulatot elérni. Látjátok, elég köd van, még a motoron se látszódik. A jó kis vonyító hang. Kaszkadőr úr itt előttem váltott gyorsan 3 sávot. Itt pedig elmegyek egy jobbra 2 sávot, mert nekem ez a legmegfelelőbb. Nézzétek a buszosat, külön köszönet a Volán busznak. Milyen király félre húzódott, de óvatosan. És itt már a hangot le is zárom, és bekapcsolom a vészvillogót a keresztirányú forgalomnak, hogy elengedtek. Pedig nagy erővel jöttek. Én megérkeztem az országos vérellátóhoz. Fel fogom venni az egyik vérkészét, mint ami készen van, és azzal pedig rohanunk vissza egy másik kórházba, úgyhogy ahogy megállok, el is köszönök tőletek, és mindjárt folyt köv. Na, és nem merült le a cső. A kollégám itt jelezett, hogy ő is elindult az országos vérellátótól. Már rohanunk is tovább. Szinte azonos irányba megyünk. Látjátok előttem a kék lámpás autóra gondolok.
Köszönöm szépen! Jelen pillanatban nálunk van egy sürgős vér, amit viszünk Budapest egyik kórházába. Mint látjátok, kicsit köd van. De szép BMW-d van. Mindig a karácsonyi kivilágítást látjátok itt a Bartók Béla úton. És hát elég jó idő volt ma, úgyhogy szerintem ezért van ilyen nagy köd. Általában olyan köd várható, hogy... óvatosan kell közlekedni, főleg a budai régióban, hegyekbe. Ajaj, hát ez elég közel volt. A Skoda Superb milyen kedves volt, úgyhogy... szépen félrehúzódott. Kacsi neki. A fények megbabonázzák az autósokat, a fényeim. Mindenkinek egy vészvillogós köszönés azért jár, hogy ilyen szépen félrehúzódnak. Jelen pillanatban túl vagyunk a sürgősségi osztálynak a mintájának a leadásával. Ez egy középkorú úrnak a mintája volt. Illetve... a budai kórháznak a fiatal betegnek a mintáját leadtuk, és ugyanennek a betegnek viszünk be éppen csoportazonos vért, illetve úgynevezett trombocita készítményt, ami sürgős, és itt az Attila úton hajtunk végig. Húzódnak az autósok. Rég láttam ilyet, de szerintem ti is. Mondhatnám azt, hogy ez a gyönyörű karácsonyfa fényeknek köszönhető. De... szépen, köszönöm szépen. Kutyusok aranyosak voltak, néztek. Igazi német mentőautó hang. De hát ez a gyári beállítása.
várjuk az utcában. Na, azt hittem én jövök szembe, hát ugyanígy világít a téglámpám. Belenézel a tükörbe, hülye gyerek. Na, meg is jöttem ide a szép konténer mellé. Lerakjuk az autót, belemegyünk a gödörbe. Akkor a gödör van, hogy bele tudnék feküdni. Rohanok fel. Sziasztok, jó egészséget!